Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió híradója. Nézzük főbb híreinket először csak egy-egy mondatban. Otthon. Mostantól Nagy Kanizsa jelenti ezt a szót annak az erdélyi fiatalembernek, aki ma tette le állampolgársági esküjét. Életre szólóan. Idén is lesz házasság hete Nagy Kanizsán. Járvány. Megkezdődött az influenza járványos terjedése, a nagykanizsai járás kevésbé érintett, mint az országos átlag. Esküszöm. Dénes Sándor polgármester előtt tette le állampolgári esküjét Szatmár Ignác Csaba erdélyi fiatalember csütörtökön a házasságkötőteremben. Én, Szatmár Ignác Csaba. Esküszöm. Csaba édesanyja 2 évvel ezelőtt mondta ki ugyanezeket a szavakat Nagykanizsán, azóta itt él. Csaba egy külföldi munkavállalás után tért haza, és döntött úgy, hogy családjához csatlakozva ő is ebben a városban szeretne letelepedni. Úgy érzem, hogy megérkeztem a szülő országomba, és nagyon jó érzés. Igaz, nehéz volt, ameddig megkaptam a papírokat, de most nagyon jó érzés. És itt szeretnék lenni Nagykanizsán, mert itt van az édesanyám, és itt szeretnék lenni a szüleimmel, itt maradnék Nagykanizsán. Dénes Sándor polgármester köszöntő beszédében Tamás Járon szavait idézte. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Szatmári Ignác Csaba Nagykanizsán talált otthonra. Én nagyon örülök ennek, hiszen ezzel Magyarország állampolgárainak a száma növekedett, és ő otthont talált itt, Nagykanizsán. Remélem, hogy ennek szép jövője is lesz, tehát családot alapít fiatalemberként, és itt éli le az életét városunkban. Az ünnepélyes eskütétellel és a honosítási papírok átvételével Szatmári Ignác Csaba új választott hazájának teljes értékű állampolgára lett. A szeretet, szenvedély és döntés. Ezzel a mottóval hirdették meg idén a házasság hetét. A február 7-e és 14-e közötti országos programsorozathoz először csatlakozik Nagykanizsa a Szent József plébánia szervezésében. A szerelmesek miséjének sok éves hagyománya van Nagykanizsán. Szent Bálint püspök napja alkalmából a párok hálát adnak kapcsolatukért és egymásért, majd áldásban részesülnek. Bende Piroska, a Szent József plébánia munkatársa, évek óta részt vesz férjével a szerelmesek miséjén. Az egyik alkalom, ami megerősít minket, hiszünk abban, hogy az áldásnak is van ereje, hiszünk abban, hogy az ott elhangzott tanúságtételek, mert ez minden évben megvan, azok is megerősítenek minket, hogy hallunk másokat. Ugyanígy az előadásokon is ez a lényeg, hogy hallunk másokat, hogy ők hogyan élik meg a házasságukat. A református közösség is várja majd az érdeklődőket, hiszen a házasság hete nagykanizsai programjai az ökumenizmus jegyében szerveződnek. Az adventista imaházban előadás, a felső templomban keresztútjárás, a református gyülekezetben pedig filmvetítés lesz. A Tűzálló vagy Szerelempróba című filmet fogjuk megnézni. Ez a film egy nagyon-nagyon szép film, és azt próbálja bemutatni a film, hogy a házasság mennyire fontos két ember életében, illetve hát a család életében, mennyire fontos a társadalom életében. Jó, erre nem megy ki annyira a film, de mi tudjuk azt, hogy akkor lesz egészséges és jól működő a társadalmunk, ha ennek a legkisebb sejtje, a család, a házasság jól működik. Egyre kevesebben állnak oltár elé, és egyre többen döntenek a válás mellett. Ezért is tartják fontosnak a programokat szervező Szent József plébánián, hogy a meglévő házasságok megmaradjanak. Tudjuk, hogy rengeteg probléma lehet, és itt-ott recseg-ropog minden, hogy megpróbálunk egy kis segítséget adni, meg egyfajta ünneplés is a házasságnak. Ugye a szerelmesek időszaka ez a február 14-e, hát megpróbáljuk kicsit előtérbe hozni egy évben egyszer ilyenkor a házasságot, a szerelmet. A rendezvénysorozaton nem csak házastársak, hanem jegyesek is, szerelmes párok részvételére is számítanak. A szervezők a színes programokon gyermekfelügyeletet is biztosítanak. További híreink röviden. Megelőzés.
2000-ben írták alá a világ vezető kormányzati tisztségviselői, a legjelentősebb rákkutató szervezetek vezetői, valamint civil szervezetek képviselői a Párizsi Chartát. A kongresszus ezzel február 4-ét rákellenes világnappá nyilvánította, azzal a szándékkal, hogy a rák ellen folytatott küzdelem fontosságára felhívják a figyelmet. Magyarország a daganatos megbetegedések okozta halálozásban nemzetközi viszonylatban az élen jár, holott megelőzéssel, a betegség korai stádiumában történő felismerésével ez az arány jelentősen csökkenhetne, mondja a szakember. Ha évente mindenki elmegy a korosztályos rákszűrésre, mint ugye mammográfia, prostatarákszűrés, vérvételre, akkor egy rengeteg olyan lehetőségünk van, hogy olyan daganatokat kiszűrjünk, amelyek korai stádiumok. Igazából ugye a jelentőségét az adja, hogy nagyon sok daganat korai stádiumban semmilyen tünetet nem okoz. Sok a fertőzött. 2016 negyedik hetében megkezdődött az influenza járványos terjedése Magyarországon. Az Országos Epidemiológiai Központ honlapján olvasható, miszerint január utolsó hetében 69%-kal több beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A nagykörös lejárása azt tudjuk elmondani, hogy nem volt annyira érintett, tehát ha megnézzük a negyedik heti adatokat, ebben az évben 100 000 lakosból 20 beteg van, tehát ez kisebb, mint az országos átlag. Nagyon fontos, hogy a tüneteket felismerjük magunkon, láz, köhögés, torokfájás, orrfolyás, izomfájdalom, végtagfájdalom, hidegrázás, ha ilyen tünetek vannak, akkor maradjunk otthon, figyeljünk oda a környezetünkre, főleg az idősebbekre, krónikus betegségben szenvedőkre, kisgyerekekre, hiszen náluk súlyosabbak is lehetnek ezek a tünetek. Tartózkodjunk többet a szabadban, foglalkozzunk ugye a kézmosással, kézfertőtlenítéssel, iskolákban, közösségi helyeken a különböző felületi tárgyaknak a tisztításával, asztal, számítógép, billentyűzet. Fontos a gyakori szellőztetés, akár az osztályban és a szünetekben, akár otthon is, és próbáljunk ugye nehéz a déli időszakban, de vitamindúsan táplálkozni. Három célcsoport. Megjelentek az Erzsébet program idei szociális üdülési pályázatai. A pályázatokat a fogyatékossággal élők, a nagycsaládosok és a nyugdíjasok adhatják be. A www.erzsébetprogram.hu weboldalon történt regisztrációt követően február 29-éig. A beadáshoz a város több intézményében is kaphatnak segítséget az érintettek. A polgármesteri hivatal alaksori ügyfélszolgálati irodáján, a Turinform irodában, a nagykanizsai kormányablakban, valamint a civil kerekasztal egyesület irodájában. Az irodánk kezdetektől részt vett ebben a programban, és most még úgy tervezzük, hogy kedden és csütörtökön 9-től 12 óráig működtetjük az Erzsébet program pályázati pontunkat a Halis István Városi Könyvtárnak a földszinti előadótermében, de hogyha nagyobb lenne az érdeklődés, akkor természetesen ezt az időt majd még kibővítjük. Helikon. A Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpad gőzerővel készül a Keszthelyi Középiskolai Művészeti Versenyre. Az idei megmérettetésen könnyű zenei, valamint színjátszó kategóriában indulnak. Nikolic Zsanna művészeti vezető elmondta, 7 színésszel a 7 fő bűnt szeretnék megtestesíteni, sőt, a darab is különleges lesz az idei Helikonon. Ez most egy különleges alkalomra íródott mű lesz, amit Gersei Zsófia és én fogunk megírni. Egy drámaíró fesztiválra jelentkeztünk, és ha már a Helikon majdnem egybeesik vele, akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel a művel mennénk, akkor legalább látjuk a gyakorlatban is azt, amit elméletben összeraktunk. Agancsok. Január végétől február közepéig egyre gyakrabban lehet találkozni a természetben az öreg bikák elhullatott koronáival. A fejdíszeket azonban csak az adott területen vadászatra jogosult szervezet engedélyével szabad összeszedni, ugyanis annak tulajdonát képezik. Az utóbbi években egyre több problémát okoz a vadgazdálkodóknak az illegális agancsozás, mondta el dr. Nádor László, az Alamegyei Vadászkamara elnöke. Szervezett csapatok űzik a vadat ebben az időszakban, amely óriási károkat okoz a vadgazdálkodónak és a vadállománynak is. Nem utolsó sorban a közútra téved vad balesetet is okozhat. Az engedély nélküli agancsgyűjtés lopásnak minősül. Az értékhatártól függően szabálysértés vagy pedig bűncselekmény. Tettenérés bizonyítása esetén természetesen eljárást is tudunk indítani. Sajnos a gyakorlatban ennek a bekövetkeztére kicsi az esély, nagyon nehéz őket tettenérni, hiszen egyébként az erdőtörvény adta lehetőség elérőjük, csak sétálnak az erdőben, ez joguk van. Az, hogy éppen egy szarvasnyomon sétál, és már 3 napja sétál azon a nyomon, azt természetesen nem tudjuk bizonyítani.
Téltemetés, tavaszvárás. Jelmezes, zenés, farsangi mulatságot tartottak szerdán az alakomári idősek otthonában. Felvonulás, farsangi fánk és közös éneklés is volt az intézményben megtartott rendezvényen. Az alakomári harmonika együttest már jól ismerik az otthon lakói. Nagyon szeretem a gondozottakat, itt dolgoztam 10 évig, és jelen pillanatban a harmonika zenekarnak vagyok a prímása, és amikor megkérnek bennünket, mindig nagy szeretettel jövünk hozzájuk. Az otthonban élő 106 lakó örömmel készült az eseményre. A gondozottakkal nagyon jó nexusban vagyok, tehát ez annyit jelent, hogy én is szeretem őket, ők is szeretnek, engem elfogadnak, és amit mondok nekik, azt általában szívesen veszik, fogadják. Az intézmény munkatársai különböző programokkal próbálják színesíteni az ellátottak hétköznapjait. A gondozottaink mindig örömmel veszik, hogyha zene és tánc van a programtervünkben, hiszen akkor ők is az emlékeiket fölelevenítik, énekelnek, táncolnak, ami az ő életükben, ő helyzetükben egy terápiát jelent. Az alakomári idősek otthona nyitott intézmény. Rendezvényeiken a gondozottak családtagjai is részt vehetnek. Segítségképpen, hogy az ott élők igazán otthon érezhessék magukat. Most főbb híreink ismét egy-egy mondatban. Otthon. Mostantól Nagykanizsa jelenti ezt a szót annak az erdélyi fiatalembernek, aki ma tette le állampolgársági esküjét. Életre szólóan. Idén is lesz házasság hete Nagykanizsán. Járvány. Megkezdődött az influenza járványos terjedése. A nagykanizsai járás kevésbé érintett, mint az országos átlag. A Kanizsa TV híradóját látták. Híreinket, műsorainkat nézzék meg honlapunkon. Ez a www.kanizsatv.hu. Most munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!